Mi leckében vegyünk arról, hogy hogyan változtassuk a gyűlölőt szeretővé. Olvasunk egy cikket, mely nincs lefordítva. Mi, tehát hogy a gonosz és a jó hajlam hogyan védik a szemét a munkában. Kérdezhetünk kérdéseket a KAP-TV-n keresztül, kiválasztott kérdéseket meghallgatunk a lecke során. Tehát még egyszer, hogyan változtassuk gyűlölőnket, vagy azt, aki gyűlöl, a szeretővé. Hogyan lehet, hogy a gonosz és a jó hajlam védik a szemét a munkában? A Zohárban írva van, hogy Rabbi Yehuda megnyitotta, és azt mondta, hogy ő azt kéri az angyaloktól, hogy megvédjenek minket az útunkon, mivel amikor a személy eljön a világra, akkor ő azonnal a gonosz hajlam együtt jön vele, ahogy az írva van, és a bűnöm az állandóan előttem áll. Ez az, ami előtte áll. Tehát minden egyes nap a személyt bűnre készteti mester előtt, és a jó hajlam pedig a személyre attól a naptól kezdve, amikor a személy eljön, hogy megtisztuljon. És mikor jön a személy, hogy megtisztuljon? Amikor a személy 13 éves korától. A kettő összekapcsolódik a személyen belül, az egyik a jobb oldalon, a másik a bal oldalon. A jó hajlam a jobb oldalon, és a rossz hajlam pedig a bal oldalon. És ez a kettő, ezek valóban egy kijelölt angyalok a személy felett. A személy megtisztul, és a gonosz hajlam pedig megadja magát a jó állam előtt, és akkor a jobb irányítja a balt, és mindkettő együtt, a jó és a gonosz hajlam összekapcsolódnak egymással, hogy védjék ezt a szemét minden egyes útján, azon az úton, ahol a személy halad. Ennél fogva, ja, eddig az idézet. És meg kell értsük azt, hogy amikor mi a munkáról beszélünk, akkor megértjük, hogy a jó hajlam megvédi a szemét, miközben a teremtő útját járja, amikor el akarja érni az összeolvadást a teremtővel. És akkor a személy védelmet kap a jó hajlamtól. De milyen fajta védelmet remélhet a személy a gonosz hajlamtól, amikor a teremtő útját járja, amelyen keresztül elérhető az összeolvadás a teremtővel? Azaz, hogyha a személy nem kapja meg ezt a védelmet a gonosz hajlamtól, akkor nem lesz képes elérni az összeolvadást a teremtővel. Az írás azt mondja erre, hogy az Isten azt mondta neki, hogy két nemzet lakozik a méhedben, az egyik erősebb lesz a másik, az idősebb szolgálja majd a fiatalabbat. A Rashi ezt úgy interpretálta, hogy az egyik erősebb lesz, mint a másik, azaz, hogy ők nem egyenlőek méretükben, amikor az egyik zuhan, a másik emelkedik. Azaz, hogy nem lehet a kettő egy időben nagyságban. És ez jól ismert, hogy a munka sorrendje az, hogy elérjük azt, hogy az összes cselekedetünk a teremtő érdekében történjen, és ez nem az ember kezében van, azaz ez valami olyasmi, amit a személy meg kell, hogy kapjon felülről. Ez az erő, ez csak felülről jöhet, ahogy ezt a bölcseink mondták, hogy az, aki eljön, hogy megtisztuljon, az segítséget kap. Azonban annak érdekében, hogy ez a személy elérje a teremtőnek való adakozás szintjét egy állandó módon, ez a személyhez csak akkor jön, amikor felfedte az összes gonoszt, ami benne lakozik, és akkor a személy megkapja ezt az erőt, melyet úgy nevezünk, hogy a második természet, amely az adakozás iránti vágy. Azaz, hogy a személynek először is fel kell fedezni az összes gonoszt, ami benne lakozik, és ezt tekintjük úgy, hogy egy teljes edénye rendelkezzen, azaz egy teljes hiányossága szüksége rendelkezzen, és akkor megkapja a teljes fényt, ahogy ezt a bölcseink mondták, hogy a benne levő fény reformálja őt, a rak. És mindez csak is a közöttünk levő kapcsolatról szól, amikor mi a korrekció teljes folyamatát végrehajtjuk, az egész teremtés alapgondolatát végrehajtjuk. Minden az csak is a közöttünk levő kapcsolatban beszél, és mindezek a cikkek. Tehát figyeljünk oda, hogy kifejezetten csak erre figyeljünk oda, hogy pontosan tudnunk kell, hogy miről is beszél ez, hogy csak is a közöttünk levő kapcsolatról beszél. Olvasunk tovább. Azonban, mielőtt a személy képes felfedni ezt az edényt, azaz mert érzi a hiányosságot a teremtő segítségére, hiszen a segítség az teljes kell, hogy legyen, ahogy azt a bölcseink mondták, hogy a mennyekből csak egy tökéletes teljes dolgot adnak, és nem pedig valamit fél dolgot. Ennél fogva,
az alsó hiányossága ugyancsak teljes kell, hogy legyen. És mivel mi nem vagyunk képesek felfedni a teljes gonoszt a személy számára egyszerre, hiszen a személy még nem rendelkezik a jóval, akkor nem képes felülemelkedni a gonosz fölé, hiszen akkor a gonosz erősebb lesz, mint a jó. Ennél fogva, amikor a személy elkötelezi magát a Tórában és a parancsolatokban, akkor ő jót cselekszik, és ugyanakkor pedig keserűt érez. Egyre inkább jobbat cselekszik, és ennél fogva a személynek a gonosz megjelenik, és akkor a személy munkája ki lesz egyensúlyozva. Ahogy jót cselekszik, a gonosz megjelenik. Ahogy ezt a bölcsek mondták, hogy a személynek mindig úgy kell látni magát, hogy ő félig ártatlan, félig bűnös. Ezért van az, hogy a gonosz megjelenik pontosan akkor a mértékben, adagokban, amikor a mértékben jót cselekszik, és ez a kísérletei alapján, hogy ő jót akar elérni, mivel állandóan felemelkedik a Tórában parancsolatok belőle. Ez következik, hogy amikor a személy az úton akar haladni, amelynek a végén eléri az összeolvadást a Teremtővel, azaz, hogy az összes cselekedete csak a Teremtő érdekét szolgálja, azaz, hogy elégedettséget adakozzon Teremtőjének, és nem pedig a maga számára dolgozzon, és mivel ez ellentétes az ember természetével, a személy a megszerzésánti vágyjal, a saját érdekében való munkával lett megteremtve. És a személy teljes munkája arról szól, amikor azt mondják neki, hogy ő nem érheti el ezt az erőt a saját képességével, csak is a Teremtő képes megadni neki ezt az erőt, amit üdvözlünk, hogy az adakozás iránti vágy. És az egyetlen dolog, amit a személynek tennie kell, hogy felkészítse az edényt, hogy megkaphassa ezt az erőt a második természetetekből. Az következik, hogy kifejezetten azáltal, hogy a gonosz hajlam megjelenik, amikor az egyre növekvik és egyre teljessé válik a személyen belül, azaz, hogy a személy elkezdi látni a valódi természetét, valódi hiányát, azaz, hogy nem érdemes arra, hogy eléri az adakozás iránti vágyat saját erejével. Ez okozza azt, hogy eléri ezt az állapotot, ahol a Teremtő megadja neki az adakozás természetét. Ebből az következik, hogy mind a jó hajlam és a gonosz hajlam az a szemét arra vezeti, hogy elérje a formazonosságnak a formáját, amely az összeolvadás a Teremtővel. És most már képesek vagyunk elmagyarázni a kérdésünket, megmagyarázni, hogy mit jelent az, hogy a Zohár azt mondja, hogy ő az angyalait arra parancsolja, hogy megvédjenek téged, és a minden módján, mind a jobb oldalon, mind a bal oldalon. A lényeg ennek az, hogy a gonosz hajlam ugyancsak segít, amely megvédi ezt a személyt, hogy képes legyen elérni az összeolvadást a Teremtővel. Hiszen, hogyha ő megvédi ezt a személyt, hogy elérje az összeolvadást a Teremtővel, akkor miért van ő gonosz hajlamnak nevezve? A gonosz hajlam azt jelenti, hogy a személynek az mindenfajta gondolatokat, vágyakat hoz, amely ellentétes a szentséggel, azaz, hogy megérteti a személlyel, hogy nem érdemes erőfeszítést tenni a Tórában és a parancsolatokban. Ennél fogva, akkor ez hogyan védi ezt a személyt attól, hogy abban, hogy eléri az összeolvadást a Teremtővel, hogy valóban képes legyen a Teremtő érdekében dolgozni, és nem a maga érdekében dolgozzon. A válasz erre az, hogy mivel ha gonosz nem jelenne meg a személyen belül a legteljesebb mértékében, akkor ez a személy képtelen lenne segítséget kapni a Teremtőtől, hiszen még mindig nem rendelkezik egy valódi hiányossága. Ebből az következik, hogy akkor a személy nem rendelkezik egy valódi edénye, valódi hiányossággal. Ennél fogva a gonosz hajlam azáltal, hogy megadja neki a vágyakat és a gondolatokat, melyek ellentétesek a szentséggel, amit úgy nevezünk, hogy a gonosz hajlam, és ahogy ezt a válaszulám édesapám mondta, hogy a gonosz hajlam azt jelenti, hogy a gonosznak egy képe, azaz, hogy a gonosz hajlam az készíti ezt a képet a személy számára, hogyha a személy a Teremtő érdekében cselekszik, és nem pedig a saját maga érdekében, akkor rosszul érzi magát, hogy ilyen képet ad a személynek, akkor egy ilyen kép van a személyről lefestve a gonosz hajlam által. Ez okozza, hogy a személy eltávolítsa magát a Teremtőnek való adakozás munkából. Ennél fogva, miközben a személy elkezdi érezni a gonosz hajlamnak a leírását, ez a személy el akar menekülni ebből a munkából, amely csak is a Teremtő érdekét szolgálja. És akkor a személy látja,
hogy ő nem képes felemelkedni ezek fölé, a képek fölé semmilyen módon. A képek fölé, amiket a gonosz hajlam festett neki. Csak is akkor képes felemelkedés azt mondani, hogy a teremtő az kell, hogy segítse őt, hogy kivezesse őt a gonosz hajlam hatalma alól, mivel akkor a személy már képes látni, hogy ez a természet feletti, hogy ez a személy képes lenne bármit is tenni a sötét állapot felett. Ahogy ez a személy látja a gonosz hajlamnak a képét. És akkor ezekből a képekből, ezekből az állapotokból akkor a személy látja, hogy mi is valójában ez a gonosz. Azaz, hogy mekkora mértékben ez a gonosz hajlan a szíve mélyen rejtőzik ebben a személyben. És amikor a személy képtelen egyetlen dolgot is a teremtő érdekében tenni, és akkor csak akkor képes dolgozni, hogyha látja valami haszna van maga számára. És akkor ezeken a képeken keresztül, ezen a felfedésen keresztül a személy megkapja a gonosz képét állandóan, és akkor ez a személy képtelen ezeket a képeket egyszerre látni egy adagban, mivel nyilvánvaló akkor nem lenne ereje, hogy megtartsa azokat. Ehelyett csak is apránként képes meglátni ezeket a rétegeket, és akkor ezeket a képek azonnal után el lesznek mosva. És akkor, mintha ez a személy elfeledkezne erről a képről, hogy a gonosz uralja őt, hogy mit jelent az, hogy a teremtő érdekében is, hogy nem a saját érdekében ennél fogva, van ereje, hogy újra kezdje az adakozás munkáját, mert az előző kép eltűnt, és amikor a személy azt gondolja, hogy ő már abban az állapotban van, hogy képes csak a teremtő érdekében dolgozni, azonnal a gonosz hajlam megint megjelenik, és a személynek ismét megadja ezt a képet, hogy a teremtő érdekében dolgozni, és ez milyen sötét számára, és ez a kép megint eltávolítja a szemét az adakozás szándékával végzett munkából. Ebből az következik, ennek megfelelően, hogy kifejezik a gonosz hajlam segítségén keresztül a személy képes eljutni az igazság állapotához, azaz, hogy a személy nem képes becsapni magát és azt mondani, hogy ő már a teremtőt szolgálja, és az összes cselekedete csak is a teremtő érdekében történik. Hiszen miközben a gonosz hajlam a személynek megmutatja ezeket a képeket, hogy mit is jelent ez, hogy a teremtő érdekében, akkor a személy látja, hogy milyen messze van ettől a munkától. Ebből az következik, hogy a személy nem képes becsapni magát, mint hogyha ő valóban az igazság útját járná, hiszen látja, hogy mennyire a test ellenáll ennek egy olyan mértékben, hogy neki hinnie kell. Értelem felett, hogy a teremtő képes csak segíteni őt abban, hogy kilépjen az önszeretetnek a hatalmáról. Ebből az következik, hogy a gonosz hajlam védelme nélkül a személynek soha nem lenne képessége, hogy az igazságot lássa. És ebből az következik, hogy ugyanúgy, ahogy a gonosz, ahogy a jó hajlam, mindenki megért, hogy a jó hajlam védi a szemét ezen az úton, hogy elérje a teljességet, szentséget, hogy összeolvadjon a teremtővel. Azaz, hogy ő képes legyen teljesen az adakozás szendékával dolgozni. Ugyanígy a gonosz hajlam nélkül a személy azt hinné, hogy ő mindent a teremtő érdekében tesz már most is. Azonban, amikor a gonosz hajlam mutatja neki ezeket a rossz képeket, azt mondva, hogy nem érdemes, hogy te a teremtő érdekében dolgozzál, akkor a személynek már megvan a teljes vizsgálata, hiszen bármivel, amivel korábban foglalkozott órában, parancsolatokban, az mind a saját érdekében történt, mivel most már látja, hogy a gonosz hajlam megmutatja neki a munka állapotát, ami csak is a teremtőben érdekében történik, megmutatja neki, hogy pontosan ez mit is jelent. És akkor ez a személy beleegyezik, egyetért a gonosz hajlamra, hogy a gonosz hajlamnak igaza van, hogy az igazság az, hogy a személy nem képes látni, hogy milyen jutalma, hogyan lenne képes a teremtő érdekében dolgozni. És ez okozza a zuhanás állapotát a személy számára. Azaz, hogy mielőtt a gonosz hajlam eljött volna hozzá ezekkel a képekkel, a személy azt hitte, hogy nyilvánvalóan bármit csinál, az minden a teremtő érdekében van. Azaz, hogy ő megtartja a teremtő parancsolatait, amit a személynek mondott, mert egyébként milyen oka lenne arra, hogy megtartsa a turát és a parancsolatokat. Azonban
Azonban arra vonatkozok, hogy nem a teremtő érdekében. Mindenki tudja, hogy a munkája nem a teremtő érdekében van, akkor a munkája értelmetlen. Ennél fogva, amikor a személy elkötelezi magát a Torában és a parancsolatokban, akkor ő maga tudja, hogy ő a teremtő érdekében dolgozik, mivel most, míg pedig most, amikor a gonosz hajlam jön neki ezekkel a rossz vagy a gonosz képekkel, hogy mit jelent az, hogy az adakozás érdekében dolgozzon, most már látja, hogy milyen messze van attól, hogy a teremtő érdekében dolgozzon. És hogyha nem a teremtő érdekében dolgozik, ez nyilvánvalóan az nem egy fontos munka. És akkor ennél fogva a személy most már abba akarja hagyni ezt a munkát, hogy a teremtő munkát végezze. Mivel természetszerűleg a személy az képtelen értelmetlen munkát végezni. Hiszen amikor a személy dolgozik, akkor látnia kell, hogy ő valamit csinál. Ennél fogva, hogyha ő azt látja, hogy képtelen a teremtő érdekében dolgozni, ahogy, ahogy ezt a gonosz hala megértette vele, hogy mit is jelent az, hogy teljesen a teremtő érdekében és semmit nem a maga érdekében dolgozni, és hogy nem a teremtő érdekében, ez nyilvánvalóan semmit nem ér. És akkor ennél fogva eljut egy olyan állapotba, ahol el akar menekülni a harctól teljességében. És most már ezen a szövegen keresztül megértjük a magyarázatát a Zohárnak azzal a verssel kapcsolatban, hogy ő követelte, hogy az angyalai megvédjenek titeket az egész úton, mivel a gonosz hajlam nélkül a személynek semmi esélye nincs arra, hogy eléri az adakozási munkájának a gyümölcsét, amikor ez az erő, hogy azt hiszi, hogy lenne bármi ereje arra, hogy a teremtő munkát végezze, hiszen ez csak a teremtőtől kaphatja meg, és enélkül a hiányosság nélkül a személy nem képes semmit megkapni, hogy ezt felfedje. És ez a hiányosság, hogy megérti, hogy csak a teremtő adhatja meg neki a második természetet, és hogy egyedül erre nem képes. Azaz, hogy az adakozás jelenti vágyasztat csak a teremtő adhatja meg, hiszen a személy ezzel nem rendelkezik. Hiszen a személy addig azt hitte, hogy mindent a teremtő érdekében tesz, de a gonosz hala megmutatta neki, hogy ez hazugság, hiszen mindaddig, ameddig a személy az nem akar valóban a teremtő érdekében dolgozni, addig a teste nem áll ellennek. Csak is, amikor elkezdesz érezni, akkor van szükség a teremtő segítségre. Azonban, amikor a személy elkezd a teremtő érdekében dolgozni teljes erejével, akkor jelenik meg a gonosz hala, megmutatva neki, hogy erre képtelen, és akkor a gonosz hala megérteti vele, hogy nem érdemes neki a teremtő érdekében dolgozni, hogy ez a gonosz egy hiányosságot képez benne, egy hiányosságot a teremtő segítségére. Ebből az következik, hogy kifejezetten a gonoszon keresztül kerül közelebb a teremtőhöz. Azaz, hogy a gonosz hajlam megvédi őt, hogy nehogy becsapja magát, mint hogyha ő már addig is a teremtő érdekében dolgozott volna. Ebből az következik, hogy amikor a személy imádkozik a teremtőnek, hogy a teremtő segítse őt, az ima az tiszta kell, hogy legyen. Azaz, hogy a személynek pontosan tudnia kell, hogy mi az, ami hiányzik neki, és mi az, amiért segítségét kell. Azaz, hogy a hiányosság az teljesen megjelenjen benne minden kétség nélkül. Mivel, hogyha a hiányosság az még nem jelenik benne teljes bizonyossággal tisztán, hanem a hiányosság, amit érez, az még mindig kétséges benne, akkor az még nem egy helyes ima. Ennél fogva, amikor a gonosz hajlam jön hozzá ezekkel a rossz képekkel, és a személy tudja teljes bizonyossággal, hogy mi hiányzik neki, akkor hívjuk ezt úgy, hogy az egy teljes hiányosság, egy helyes hiányosság. Eddig. Rav, első kérdés a workshopra. Hogyan kötelez minket a gonosz hajlam, és hogyan irányít minket a jó hajlam a munkában? Tehát hogyan irányít minket a gonosz hajlam, és hogyan irányít minket a jó hajlam a munkában? Tehát ez a két hajlam hogyan irányít minket, hogyan segít minket a munkában? Hogy ezt oldjuk meg közösen ezt a kérdést, azáltal, hogy beteljesítjük egymást, amekkora mértékben lehetséges, mondja Rav, tehát közösen.
Először is én csak most megkaptam a ravasnak a nagyságát, mint hogy ez lenne az első alkalat, amikor erre rábukkanunk. Ez valami elképesztő ez a cikk. Oké, de válaszoljuk meg a kérdést, mondja Dani. A gonosz hajlamnak van egy nagyon fontos szereme. Állandóan nagy arcon csapja minket, és felfedje nekünk, és megmutatja, hogy hol is vagyunk. Hogy ne higgyük azt, hogy már most teljes igazak vagyunk. Megmutatja nekünk, hogy pontosan hol is vagyunk, és milyen állapotban vagyunk. Igen, tehát, hogy állandóan képesek vagyunk látni, hogy mekkora mértékben ez a gonosz szellem irányít minket, hogy mennyire nem akarjuk az adakozás tanúságát, és hogy mekkora mértékben mi egy hazugságban vagyunk. Igen, tehát a jó hajlam az elhoz minket ebbe az állapotba, ahol mi erőfeszítést teszünk, mert fel akarjuk fedni közösen ezt. Azaz, hogy erőfeszítést teszünk, hogy összekapcsoljunk, hogy kifejlesszük ezt az edényt, amelyen keresztül képesek vagyunk követelni, képesek vagyunk érezni. És a gonosz hajlam jön és segít minket, megmutatva nekünk, felfedve nekünk az adakozás tanulság, az, hogy az adakozás tanulság az valami első, mint képtelenek vagyunk elérni, azaz, hogy ez egy előre haladottabb segítség a gonosz hajlam, hogyha mi adakozni akarunk, akkor követelnünk kell közösen, ki kell fejlesszük ezt az edényt közösen, hogy ezt még inkább felfedjük. Következő. A gonosz hajlam az jutalmat követel, és akkor az úgy tűnik, hogy ez valóban lök minket az igazság fele, tol minket az igazság fele, hogy ne legyen elég nekünk, hogy mindenfajta elképzelésben vagyunk, hogy valóban követeljük, hogy eljussunk a célhoz. Bár ez azt a maga számára követeli, de ezen keresztül segít minket abban, hogy előre haladjunk. És a jó hajlam, annak pedig van egy bizonyos célja, amely előről ragyog számunkra, amely lefest nekünk valamit, amit el akarunk érni. Következő. Igen, tehát minthogyha a mindkettő együtt mutatja nekünk a tökéletes, a teljes képet, a két véglet, a két kontraszt, és a személynek ezt ki kell egyensúlyozni, és közöttük kell ezt elfoglalni a helyét, és akkor a közösség helyével felépíteni a helyes képet, hogy hova is haladunk, és mit is akarunk elérni. Igen, én szeretném hallani a Rabast a tízesen keresztül, és a személy lényegében az Ádám, az a kapcsolat közöttünk, és mi nem az állatról beszélünk magunkban, hanem ami ebből következik az, hogy a jó hajlam az a csoport, és a gonosz hajlam pedig mindazok a zavaró tényezők, amelyek megzavarnak minket, ami minket leválaszt a többiekről. Következő. A gonosz hajlam megmutatja a személynek, hogy neki állandóan szükség van a teremtőre, hogy kimeneküljön a gonosz hajlam hatása alól. A jó hajlam az a munkánk helye, ahol megpróbálunk összekapcsolni egymással. Rav, miért nem vagyunk képesek egyszerűen csak a gonosz hajlam segítségével menni? Oké, leterünk jobbra, lekérünk balra, csak kapunk egy csapás jobbról balra irányokat, amikor én nem megyek a helyes irányba. Nos, ez elégséges, hogy a gonosz hajlam, vagy pedig nem. Úgy tűnik, hogy ez egyszerű dolog. Miért nem elég csak a gonosz hajlam? Az nem engedi nekem, hogy visszatérek, kapok egy csapást. Ha nem megyek jobbra, akkor így csapást kapok. Balra megyek, csapást kapok. És előre megyek, akkor pedig jó, mert nem lehet csak a büntetésen keresztül. Csak is egy erő irányítson minket. Miért nem működik ez? Miért nem elégséges ez? Nos, folytassuk. És pontosan ezeken a vizsgálatokon keresztül, hogy a jó és a rossz, ez építi bennünk az adakozás tanúságát. Pontosan a kettőn keresztül, mint a hőmérséklet és a hideg és a meleg, és mindkettőre szükségem van, hogy megismerem, mi a hideg, mi a rossz, mi a meleg. Az adakozás és a megszerzés ugyancsak a kettő, tehát a kapcsolat és a szétválasztás. Érezzünk ezt a kettőt, ahogy ezek egymással szemben vannak. Hogyha a gonosz hajlam állandóan csapásokat ad nekünk, akkor a jó hajlam ez igazából az az út, amelyen képesek vagyunk, tehát ez a helyes irány, ez a helyes irány. És hogyha mi nem rendelkezünk a jó hajlammal, akkor ez a megszerzésenti vágy nem lenne képes tovább menni. Akkor nem lenne egy paraméter,
amelyen keresztül mehetnék, akkor ugyancsak, tehát talán csak a csapásokon keresztül mennék, ami nem lehet. Ebből az következik, hogy a gonosz hajlam az a lehető legjobb dolog, amely képes a szemét fölébreszteni, hogy megmutassa nekünk, hogy nincs más út. De hol van az a hely, ahol képesek vagyunk kiegyenlíteni, vagy találkozni? Ez csak is a jó hajlamon keresztül, azaz csak is a jó hajlamon keresztül. Mindenkinek megvan a saját feladata, mind a kettőnek megvan az értelme, de csak arra szolgál, hogy megerősítsük magunkat a jobb oldalon. Lehet, hogy esetleg, hogyha a gonosz megjelenik, akkor személy képes felfedni a gonoszt valami jóval kell szemben. Azaz, hogy amikor én magamra gondolok, és hogyha nem akarok magamra gondolni, akkor mire gondoljak, mit csináljak, tehát, hogy mi az, ami rajtam kívül van. Mik a barátok, hogyan tudjuk ezt a barátokkal csinálni. Ez emlékeztet engem egy robot porszívóra, amikor az összes sarokba beleszorul, de hogyha képes-e megtanulni a háznak a térképet, hogy hova menjen, hova ne menjen, hogy ne csak egy állati legyen. Tehát ugyanilyenek vagyunk, nem vagyunk képesek enélkül haladni. Mi nem vagyunk képesek csak a gonosz hajlammal haladni, mivel nekünk szükségünk van a jó hajlamra is, annak érdekében, hogy felhedjük, hogy mi ez a gonosz hajlam, és hogy mi a jó hajlam. Tehát a kettőre szükség van a kontrasztra, hogy az egyik a másikat kiegészítse. Igen, tehát a jó és a gonosz hajlam közötti távolság az a szabad választásunk, Rav. Tehát melyik ponton követelhetjük azt, hogy felhasználjuk a gonosz hajlamot? Tehát ugye ez nem a követelésünk nélkül jön. Tehát melyik ponton tudjuk ezt felfedni? Nos? Ez onnan származik, hogy felfedjük a gonosz hajlamot esetleg. Azaz, hogy én látom, hogy a könyvek miről írnak, hogy a rabas mit ír nekünk, hogy hova aspiráljunk. Én látom, hogy mi, mint egy tízes, hogy az én szempontomon keresztül hogyan megyek, hogy látjuk, hogy hogyan élünk a tízesben, és el akarjuk érni a tökéletes állapotot abból a képességből, amit most látunk. Igen, tehát esetleg ez a gonosz felfedés, ez egy olyan mértékben, nem akar mértékben ki akarok menekülni abból, hogy én el akarok, tovább akarok menni valami magasztosabb dologra, egy olyan kapcsolatról együtt vagyok a barátokkal való kapcsolat fele, hogy el akarok érni valamit, ami a barátok között vagyok, ehhez akarok olvadni, hogy elhagyjam magamat. Pontosan erről szól, hogy kilépjek magamból, hiszen mindegyes szintek a végén megértem, hogy a teremtő az, aki felemel minket a kapcsolat szintjére. Tehát én megtettem az összes erőfeszítésemet, és amikor kétségbe esek, akkor fordulok a jó hajlam fele, hogy jöjjön és összekapcsol minket, hogy a teremtő elvégezze ezt a munkát, nem pedig magunk. Következő. És ez ebből a hatalmas megtiszteltetésből származik, amit mind megkaptunk, hogy ne azonosítsuk magunkat ezzel a gonosszal, amely felébred bennünk. Azaz, hogy lássuk ezt, mint egy eszközt. És akkor még akkor is, hogy a személy elhagyja ezt a kampányt, és a legrosszabb állapotban van, akkor is ez egy nagy megtiszteltetés, hogy ilyen állapotban legyünk. És itt ez még inkább megjelenik, ez a kölcsönös függőség egymástól, hogy ez mennyire fontos, és hogy érezzük a függőségünket a felső erőtől. Következő. Ugyancsak, amikor van egy vágy, hogy eljussunk az erőhöz, hogy felemelkedjünk a gonosz hajlam fölé. Igen, írva van, hogy én hívtam a teremtőt a szívem mélyéről, amikor ez egy mély sírásból, egy mély felsírásból jön, és ez az a hely, ahol valóban magunkra vonunk valamit, magunkra hívunk valamit. Ugyancsak mondják, hogy ezt a gyógymódot a csapás előtt akarjuk magunkhoz venni, a betegség előtt akarjuk bevenni a gyógyszert, mert tudjuk, hogy a munka, a módszer, tehát mi az optimálisabb, legjobb attitűd, amit éreznünk kell a jó hajlam és a gonosz hajlam fele, hogy haladjunk előre. Tehát mi a lehető legjobb és legkorrektebb attitűd, amit éreznünk kell a jó hajlam és a gonosz hajlam felé, hogy ez a kettő együtt működjön bennünk. Mi a helyes attitűd a kettő fele a személy számára?
Én nem tudom a választ, de csak mondanám, hogy a gonosz hajlamnak állandóan nagyobbnak kell lenni, mint a gonosz hajlam. Tehát, hogy állandóan a jó hajlam fele legyen a hajlamunk, hogy arra haladjunk, hogyha több jó hajlam van, akkor tudjuk, hogy hol a jó, meg helyes állapotban vagyunk. De hogyha én állandóan képes vagyok látni, ez az, amiről beszélünk korábban, hogy amikor a gonosz hajlam megjelenik, akkor az ott van, de akkor már látom, akkor egyre inkább képes vagyok látni, egyre inkább, hogy mennyi mennyire rossz az állapotom, akkor képes ezek a jó fele haladni. Igen, annak alapján, ami írva van, hogy minél inkább a személy növeli a jót, annál több gonosz jelenik meg számára. Ez a kiegyensúlyozott állapot. Igen, tehát ez nagyszerű, hogy amikor a mértékben mi a jobb oldalt választjuk, akkor választhatunk a gonosz hajlam megjelenik, hogy képesek egy megint a jót választani. Tehát ha minden inkább a jobb fele megyünk, annál inkább felfedezik a bal. Ez olyan, mint hogyha egyszer ez lenne, egyszer pedig a másik. Azaz, hogy valami gonosz megjelenik, és akkor annak tetején követeljük a pozitív erőt, hogy ez korrigálja minket, aminek erősebbnek kell lenni, mint a gonosz, és akkor mindegy, mint hogyha az egyik a másikat követi, és akkor állandóan a második az mindig több, mint az első. Azaz más szóval, Mangyarav, más szóval, hogy nekem jobban kell gyűlölnöm a gonosz hajlamot, vagy jobban kell szeretnem a jó hajlamot annak érdekében, hogy haladjak előre egy jó módon. Tehát mire van szükség? Tehát mi az optimális haladás? Jobban kell gyűlöljem a gonosz, mint hogy szeretem a jót, vagy jobban kell szeretem a jót, mint gyűlölnöm a gonoszt? Mi arról beszélünk, hogy a gyűlölőt a szeretővé tesszük, tehát gyűlölnünk kell a gonosz hajlamot jobban, vagy pedig szeretnünk kell a jó hajlamot jobban. Hogyan haladunk egy ilyen módon? Hogyan tudjuk ezt kifejezni? Na? A legjobb megközelítés úgy tűnik nekem, hogyha én látom, hogy nincsen másod a kívül, akkor csak szeretet, az egész szeretet, és egy köszönetet kell mondani még a gonoszért is, azaz, hogy mindig erre irányolok. Nem kell ez volna, minden a teremtőtől jön, minden szeretettel jön, minden csak arra, hogy a teremtőhöz kapcsolódjunk, hogy a jobb irányba menjünk állandóan. Következő. Igen, akkor ebből az következik, hogy mi felelősek vagyunk, hogy felébresszük a jobbat, és a teremtő felébreszt a balt. Ez az, amit teremtett, ez, ami bennünk van, tehát ez, amit megteremtett, tehát újra és újra és újra, és akkor képes vagyunk hozzá tapadni, és képesek vagyunk egyre inkább érezni, hogy minden a teremtőtől jön. Hogy gyűlöljük a gonosz hajlamot, az szokva, mint hogyha nem igazolnánk a teremtőt, tehát nekünk ellentétet kell csinálnunk, szeretnünk kell, tehát ha elkezdünk gyűlölni valamit, akkor már leszakadunk a teremtőtől. Tehát akkor én összezavarodtam, hogy mi a jobb, mi a bal, mi a gonosz hajlam, mi a jó hajlam, össze vagyok zavarodva. Ez nem olyan, mint tehát hogyan lehet az, hogy a kapcsolatokon belül megvizsgáljuk, hogy melyik, és én nem is tudom, én nem értem egyelőre. Következő. Tehát akkor mi helyesebb, hogy szeressük a jó hajlamot, vagy hogy gyűlöljük a gonosz hajlamot? Ez volt ugye a kérdés. Tehát melyik a helyesebb, hogyan haladjunk leginkább? Nekem úgy tűnik, hogy mindkettőre szükség van, hogy mindkettőt fel kell használjuk, tehát szükségünk van mind a gyűlöletre, mint a jóra. Tehát ez egy jó irányítás mindkettőről. Általában csak a jóval foglalkozunk, a jó irányba menjünk, ez, amit csinálnunk kell, kevesebb gyűlölet. A teremtő az irányítja azt, hogy felébreszt ezek a dolgokat, tehát hogy nekünk azt csak be kell burkoljunk a szeretetbe, vagy mindent a szeretettel burkoljunk, hogy megjelenik, és majd a teremtő kiváltja bennünk a gyűlöletet, ez nem a mi feladatunk, Rav. Tehát hogyan lehetünk mi képesek megkapni az erőt, a jó és a gonosz erőt, mint az angyalok, mint a természet erőit? Hogyan lehetünk erre képesek, göbölti, növényi, állati, tehát hogy nem emberi szinteken, hogyan lehetünk erre képesek? Ők befolyásolnak minket egy ilyen módon, ez az eső, ez a szél, és mindenfajta ilyen erők. Hogyan tudunk előre jutni ezeken keresztül,
és hogyan vagyunk képesek keresztül menni mindezeken a különböző állapotokon, adakozás, szeretet, hit, és így tovább, és így tovább. Hogy hogyan vagyunk képesek erre közösen, hogy ezek két, ezeken az állati erőken írva van, hogy ezek angyalok, nem? Mivel ezek az angyalok, amelyek parancsolnak minket, vagy irányítanak minket minden úton. Nos, tehát ebből az következik, hogyha két angyalt látunk, mondják, és akkor a tanuláson keresztül megtanuljuk, hogy a gonosz hajlam, az ember hajlama az gonosz születésénél fogva. Ezek olyan szabályok, amiket megtanulunk, hogy hogyan diagnosztizáljuk őket, vagy hogyan tudjuk ezt elérni. Tehát ezek az eszközök arra, hogy feltérképezzük a helyzetet, hogyan haladjunk a helyes úton, hogy ezt úgy vegyünk, mint egy hatalmas erőt, amit itt megkapunk, hogy tudjuk, hogy mik a természet törvényei, hogy a természet törvénye az hogyan tudjuk megtartani magunkat mindkét gyeplővel. Igen, tehát lényegében ez valami új dolog, ami lehet, hogy az első alkalommal lett létrehozni, az Ádámnak a szintje, ez az Ádám szintje, amely fejlődik ezen a két erőn keresztül. És akkor ez az, amit látszólag mi csinálunk, hogy mi kilépünk magunkból, és nézzük a másik természetet, amely egy másfajta természet, és a kettő között, az pedig a kettő közötti viszonyban építünk valami újat. Igen, lényegében ez a két erő, ami működik az állati szinten. Az állati szinten az egyetlen dolog, amit tennünk kell, hogy kihelyezzünk egy hiányosságot. Rav, hogyan lehetséges ez a két erő, ez legyőz engem, vagy nyom engem, az élvezet fele, a szamaramat, és akkor ezen keresztül az Ádámom növekszik, az emberben nem növekszik, az isteni részben nem növekszik ezen keresztül. Hogyan lehetséges ez? Tehát minthogyha itt lenne a megszerzés jelenti vágy, a szamár, és egyszer kap valami jót, egyszer pedig kap valami rosszat, és akkor ezen keresztül Ádámmá válik, vagy egy emberi lényé válik. Hogyan lehetséges ez? Nos? Ez a két angyal, amely egyetlen forrásról jön, amihez rendelnünk kell a két angyalt, az egyetlen forrás. Az egyik angyal megmutatja nekünk, hogy mennyire úgy van programozva, hogy önpusztító legyen, valóban így van. A másik angyal pedig megmutatja nekünk, hogy hol kaphatjuk meg ezt egy jó módon. És akkor ezen a két erőn, amelyek működnek rajtunk, csak ezen a két erőn keresztül közösen vagyunk képesek kifejleszteni, hogy megnövelni a viszonyunkat a forrással, a két angyalon keresztül. Igen, ez mind a viszonya múlik, hogy hogyan viszonyulunk a dolgokhoz, hogyan fogadjuk őket, hogyan reagálunk, hogy ezek a dolgok hogyan dolgoznak, hogyha helyesen viszonyunk hozzájuk, akkor a fény megjelenik és megváltoztatja, ugye mi nem változtatunk meg semmit a fény. Oké, és ez a munka a jobb és a bal között megépíti a középső vonalat, mondja bennem, megépíti a középső vonalat. Kifejezetten ott, mintha egy másik helyen egy új tulajdonság épülne bennem, és akkor ezen a tulajdonságon keresztül, ami épül, képesek vagyunk elérni az egyenlőséget, és képesek vagyunk közelebb kerülni a Teremtőhöz. Igen, a szamár az soha nem kap semmi jót. A jó az a közöttünk levő kapcsolat, és a gonosz az a szétválasztás, leválás. Tehát azáltal, hogy valamit építünk, ami nem gyakorlati, hanem a resimóból jön egy aspiráció, hogy erre aspirálunk, akkor ezen keresztül, mint hogyha lépnék előre egy jó módon, a jó irányba. Következő. Igen, tehát ez nagyszerű, hogy minden hogyan ellentétes aspiratás, hogy állandóan megpróbálunk küzdeni ezekkel az erőkkel, és azt hiszük, hogy képesek vagyunk ezeket megváltoztatni, és lényegében ezek megmutatják nekünk, hogy ezek állandó részletek, és akkor mi között, a kettő között meg kell építsük a helyes attitűdöt, hogy megépítsük az embert, és hogy valamit építsünk, aminek van szabad választása. És a választás része az, hogy megpróbálunk azzal megbirkózni, hogy tényleg létezik ez a két erő,
hogyha mi nézzük a szamárnak a példát, akkor a szamár az csak jó dolgokat akar maga számára. A Homer, ugye anyag, a hamor, a szamár és a Homer az anyag az egyes, ugyanaz héberből. Tehát mi a lovassá akarunk válni, neki fölül a szamára, helyett, hogy az magunkkal temesse minket. Mi egy magasabb célra rendelkezünk, és van egy esély, hogy ez a szamár képes legyen bármit is megélni. Tehát, hogy azt mondtuk, hogy két erő létezik mindenfajta érzelem nélkül egy bizonyos szinten. Tehát nekünk érzelmek nélkül kell aktivizálnunk, úgymond, és fel kell használni ezeket eszközökként, hogy azt a szamárt ezt tovább toljuk, mivel mi, mint Adam, mi képesek vagyunk megérteni, mi a jó a szamár számára. Tehát nyilvánvaló, nem vagyunk teljesen képesek ezt megérteni, nyilvánvaló, de mégis képesek vagyunk tovább menni. Én valahogy látom, hogy a szamár az a mi közös gonosz hajlamunk, amellyel a kapcsolat fel akarunk haladni. És ez a jó fele, mi nem rendelkezünk az erővel, hogy ezt megcsináljuk. Ez az egymásba épülés a dolgok között, hogy mivel most itt ülünk, és létrehozunk egy új hajlamot egymás között valami fele, ami valami új tendencia, ami kifejlődik bennünk, és ez válik az Ádámmá. Ez az, ahogy haladunk a jó fele. Rav, hogyan lehet az, hogy a rossz erején keresztül mi megkapjuk a helyes szándékot, és akkor a jó szándék, a jó hajlamon keresztül pedig megszerezzük az adakozást, vagy esetleg épp ellenkezőleg? Hogyan lehetséges ez, mondja Rav? Nos? Tehát csak is egy új hiányosság tetején, ami felébred bennünk, az az, hogy amikor személynek megmutatják a munkahelyét, tehát, hogy most képesek vagyunk erőfeszítést tenni, és ezt a felsőhöz rendelni, hogy ezen építsünk, és csak is ennek tetején, csak is ezen az új hiányosságon keresztül, az új aviúton, a nyersességen keresztül, ez olyan, mint hogyha ez nem lehetne semmilyen más módon, csak is a gonosznak a tetején vagyunk képesek felépíteni a helyes hajlamot. Következő. Ugyanígy a szamár világában is van egy haladás efele, a jó és a rossz között van választás a szamárban is, ugye ezek, amelyek vezetik őt, a jó a büntetés és a jutalmazás, csak az ember az, aki a tudatosságot fejleszti ezt, de a hiányosság az megelőz minden egyes cselekedetet, minden egyes vizsgálatot. Ez az, ahogy valunk a valóság minden egyes szintjén meg kell vizsgáljuk a jót és a rosszul. Egy képet látok magam előtt, hogy mi egy tízes vagyunk, ami a hegyet mássza, mint hogyha a hegymászó az állandóan szúrja a botját. Beszúrja, és akkor húzza magát fölfele. Ezzel, hogy építjük a maszkot, a szándékot egy bizonyos szinten, és most egy új hely van előttünk, egy új csúcs, amely megnyílt felénk, és akkor egyre magasabbra kell szúrjuk a botunkat, és akkor egy újabb vágyat keresünk, egy újabb vágyat fedünk fel, amit kell legyőznünk. Hogy lehet az, hogy a gonosz erőn keresztül mi kiterjesztjük a megszerző edényeket, és hogyan terjesztjük ki az adakozás iránti szándékot a jó hajlamon keresztül, vagy más módon. Oké, tehát mindig, amikor a zuhanásról, meg emelkedésről beszélünk, vagy a gyűlöletről, meg szeretetről beszélünk, mindegyes alkalommal a Teremtő megmutatja nekünk, és felfedi számunkra megszerző edényeket, amiket még nem tudunk, hogyan használjunk föl. Tehát akkor először rosszul érezzük magunkat, nem mint rossz a megszerzés iránti vágy számára, hanem megértjük, hogy mindezt az adakozás, bocsánat, a megszerzés érdekében csinál, tehát eltaszítjuk a kapcsolatot, nem akarjuk a barátoknak, nem vagyunk képesek a barátokért kérni, barátok érdekében kérni. Ennél fogva mindegyes alkalommal felfedjük ezt a szétszakadást. És miért? Mivel új edényeket kaptunk, a valóságot nem csak magunkon keresztül nézzük, hanem a barátokon keresztül, és ez vagy megtörténik egyik szint a másik után, egyre tágítjuk az erdeint. Esetleg a gonosz erő az növeli a sóvárgás, hogy elérjük a célt, ami a hiányosság, a jó hajlam irányába, a jó fele, a megszerző edények fele, míg a jó erő pedig terjeszti az adakozás szándékát. Nem tudom. Következő. Ez úgy működik, hogy a személy a barátán keresztül megfelelő feltételen keresztül képes egy helyes attitűdöt építeni a felső fele, amikor ezt kérdemli, akkor egy ilyen módon a Teremtő ismét azt akarja, hogy hasonlóak legyünk hozzá 100%. És ez egyetlen oka annak, hogy a világ összes hiányosságai felébrednek. És a személy a munkában, aki ezt végzi,
valami állapotot csinál a saját maga oldaláról, az a vágya felső, az ami felébreszt egy új hiányosságot benne, egy új hiányosságot ébreszt fel benne. Én megpróbálom megérteni, miért van az, hogy ez a hozzáadás, hogy ez az utolsó rész, vagy épp ellenkezőleg, hogy mivel ez úgy tűnik számomra, hogy még a nagy dolgok is növelik a hiányosságot, még akkor is, hogyha valami jót kapunk, egyik pillanatról képes, már többet akarunk. Hogyha megkaptunk 100-at, akkor 200-at akarunk, de mi boldogok vagyunk a 200-zal. Tehát bármilyen részlet, bármit küld a teremtőhöz, képes még több hiányosságot alkotni. Ez nem számít, hogy jó vagy rossz. Még egy lövedék, vagy még egy erő. Állandóan képesek vagyunk nagyobb éhséget ébreszteni magunkban, hogy belépjünk ebbe a térbe, és okozzunk egy... Tehát ez ugyanígy van velünk is, hogyha helyes munkát végzünk, akkor képesek vagyunk mindent az adakozás szándékával lefedni. Rav. Tehát mit jelent az, hogy mind a gonosz hajlam és a jó hajlam az megvédi a szemét? Mit jelent ez, hogy megvédi a szemét? Mit jelent ez? Tehát a gonosz hajlam, azt megértem, hogy ez megvéd minket valahogy, vagy az mindenféle problémákat okoz nekünk. A jó hajlam akkor miben keresztül véd meg minket? És ugyanígy az is ad nekünk problémákat? Nos, tehát mi ez a cím? Mi ez a cím? Mit jelent az, hogy a jó hajlam és a rossz hajlam is megvédenek minket a munkában? Ugye ez volt a címe a cikknek. Mit jelent ez? Nos, mit jelent az, hogy mindkettő megvéd minket a munkában? Hogy a jó hajlam és a gonosz hajlam is megvédi a szemét. Tehát azzal kezdjük, hogy azt mondjuk, hogy ez megmutatja a személynek a valós állapotát, hogy hogyan kell haladni előre. Megmutatja neki, hogy állandóan egy hazugságban van, és hogy keresnie kell az előre haladottabb állapotot. És a jó hajlam pedig úgy tűnik, hogy az abban segít, hogy képes elégedettséget adni a teremtőnek, ezen képesek vagyunk megszerezni a magasabb értelmet, hogy el akarjuk érni az összeolvadást, hogy egy magasabb csúcsot akarunk megmászni ezen a hegyen. Lehet, hogy a jelentés ebben az, hogy annak érdekében, hogy a személy felhasználja a jó hajlamot, hogy megvédje őt, a személynek először egy maszakra van szüksége, tehát a helyes szándékkal kell mennie, tehát, hogy ne a megszerző edényekbe vegye ezt, amit megszerez. Tehát mi képesek vagyunk beleegyezni abban, hogy mi közelebb akarunk kerülni ez az erőhöz, amely működik rajtunk, hogy összekapcsoljon minket, hogy amikor mértékben az jó és kellemes legyen. De hogy valóban ezt valahogy úgy csináljuk, ami valóságos, és hogy a teremtés célját elérjük, szükség van egy olyan helyzetre, ahol a gonosz hajlam az tapinthatóvá válik, és akkor ez az adakozás tulajdonsága is egyre tapinthatóvá válik rajtunk ezen keresztül, és akkor nem csak valami édes fantáziát keresünk, hanem a valóságot. Tehát van olyan dolggal foglalkozunk, ami valóságos, és egy olyan cél, ami elérhető és valóságos, és ezek a legvalóságosabb, praktikus feltételek, ahogy ezt elérjük. Rav. Tehát mit mondhatnék, hogy kaptam többet a jobb erőből, vagy a gonosz erőből, ami az ügyeletes csoportból? Nem, valószínűleg én is haladtam előre, de akkor ez inkább a gonosz hálamon keresztül megy, a gonosz hálamon keresztül, vagy pedig a jó erején keresztül, amit az ügyeletes tízesből kaptunk meg, mi az, amit jobban haladtunk? Oké, beszéljünk erről, tehát mit mosolyogtok? Tehát nem vagyunk képesek, eltűnt a fordítás, tehát még akkor sem, amikor dolgokat csinálunk, de a végén az irítségen keresztül, igen, tehát a végén az irítségen, féltékenységen keresztül, nem tudom, hogy ez negatív vagy pozitív, de ezeken az érzéseken keresztül úgy érzem, hogy ez rossz nekem, akkor legalábbis az állatom számára, akkor ez aktívabb, mint az ügyeletes tízes, tehát az irítség jobban hatott. Én azt hiszem, hogy mindkettő, mivel egyrészt nagyobb szüksége
szükségem van arra, hogy építsem a tízesemet, és ugyanakkor ez valószínűleg azért van, mert egy kicsit rosszabbul érzem magam, és akkor az a hiányosság is növekedett. Én nem tudom pontosan, hogyan határozzuk meg, hogy ez jó vagy rossz, hanem attól a pillanattól kezdve, amikor elkezdtük a cikket olvasni, hogy benne foglaltassuk a workshopon, akkor éreztem, hogy újra kezdtünk, egy új szintet kezdtünk el, és akkor erre gondoltam, hogy én szeretném kérdezni Raftól, hogy valóban ez azért van, mert ők csinálják a munkát, vagy pedig azért, mert érzik, hogy van valami plusz hozzáadás az egész világcsoportban, és akkor ez valószínűleg nekik köszönhető, tehát Leheim. Következő. Én azt hiszem,